Sziasztok! Gyorsan jövök egy újabb Linuxos videóval, mert most kicsit ilyen programozós irányba ment el a csatorna, és azért ezeket a tartalmakat is szeretném csinálni. Egy olyan témával, hogy hogyan lehet Linuxon a fájlokhoz, vagy akár könyvtárakhoz egyébként kommenteket meg tegeket rendelni, és erről kevesebben tudnak, főleg mert én sem tudtam. Egy ismerősöm hívta rá fel a figyelmemet azzal, hogy Linuxos videók alatt, vagy más videók alatt így beszélgettünk, mert nem konkrétan a komment szekcióban, csak úgy annak hatására, és ő elmondta, hogy nagyon hosszú ideje keres megoldást arra, hogy kommentálhasson fájlokat, tehát kommentet rendeljen hozzá valamilyen létező fájlhoz. És akkor utána néztem, lehetne talán olyan Double Commander Extension-t írni, vagy valamit, hogy egyébként Windows-on keresik már évek óta ezt a lehetőséget, és akkor vettem észre, kicsit utána keresgéltem, hogy tehát Linuxon erre van megoldás. Értitek? Linuxon van megoldás. Úgyhogy ennyit erről. És be akartam mutatni ilyen baráti KDE plazmás felületen nektek. Aztán kicsit ebbe bele szívódtam, mert itt ugyanis ezzel a F11-el előhívható oldalpanelen kéne látszódjon itt a ezek alatt, hogy miről van szó a Dolphinban. De sajnos ez a... hogy hívják ez? Distrossi? Tehát ezen a Distrossin alapból nincsen föltéve, és hát itt nincsen APT, de APT-vel nem tudom nektek fölrakni Distrossin a X-attribútumokat, tehát a kiteresztett fájl attribútumokat, és azzal lehetne bemutatni. De szeretném fontosan megmondani, hogy alapból egy Dolphin az így néz ki, ilyen tök baráti kis fájlkezelő, ilyen olyasmi, mint a Windows-é, vagy bármilyen operációs rendszeré. Tehát látjátok, mappák, meg fájlok vannak, meg jobb klikkel tudtok csinálni. A titelt akarom, de tudtok csinálni új szöveges, meg mindenféle fájl, folder, stb. És akkor csinálunk egy TXT-t. És itt a Properties-nél a DTS alatt látszanának a dolgok. Majd ezt megmutatom az én gépemen, ott nincsen fönn a KDE, tehát ott a Dolphin az nem fog ilyen szépen kinézni, sőt, nagyon ocsmányon fog kinézni. Mert ugye nincsenek fenn se az ikonok hozzá, se semmiféle grafikai elem, de el fog indulni, csak funkcionálisan megmutatom, hogy hogy működik. De itt látszanak a megjegyzések, és itt a details-nél lehet hozzáadni. Illetve, így a... meg én rossz helyen vagyok. Itt a Show Additional Information-be is van egy ilyen, hogy comments, meg text, meg hány csillagos, meg mi, stb. Tehát a fájlokat ilyen csillagozni is lehet egyébként, mint az App Store-ban játékokat, meg ilyesmi. Szóval jó kis dolog ez, de ebben itt kicsit ennyiből rosszabb, hogy nem tudom megmutatni ezt ilyen dolfinosan. Egyébként így adtak hozzá tegeket, látjátok ilyen ad tag, akkor itt hozzá lehet rendelni, hogy az work vagy personal. Tehát más is erről csinált videókat, ezt majd lehet, hogy belinkelem a descriptionbe. És akkor lehet ilyen megjegyzést hozzáfűzni. És ami a talán fontosabb, most csak azt akarom megmutatni, hogy a keresésnél is lehet mit olyan a csillagok szerint keresni, vagy a highest rating. És lehet az szerint, hogy például itt a, látjátok a média meg personal tag van hozzárendelve, movies, stb. Na ezt én csak fontosnak tartom, mert tudom, hogy nem csak fejlesztők nézik a csatornámat, ugye ez egy Linuxos csatorna is, meg egy ilyen pro fejlesztésekkel kapcsolatos csatorna is, de néha nézik olyanok, akik mit tudom én nem annyira értenek a Linuxhoz, mert mondjuk csak a fejlesztés miatt nézik, vagy csak egyszerűen rátalálnak a csatornámra. És fontos nekik tudniuk, hogy föltettek mit egy KDE plazmát, biztos gomba is van valahol egy ilyen megoldás, akkor ez ott is elérhető, de mi bele fogunk mélyedni, hogy ez hol van tárolva, mit jelent ez, hogy lehet kiszedni egyébként ilyen parancsori parancsokkal is, tehát kicsit ilyen Arch Linuxos irányba is el fog menni ez a videó, de szerettem volna mutatni, hogy igen, erre van lehetőségetek, és tudjátok itt tegelni, tegek szerint rendezni, keresni, stb. Rendes grafikus felületen is. Csak azért nem tudom bemutatni azon a virtuális ilyen cuccmon, mert hát abban nem tudok telepíteni. Most föltettem volna egy virtuális gépet KDE-vel, de bocs, azért annyira, az már túl sok effort ahhoz a videóhoz, hogy csak egy videót csináljak. De látjátok, ez működik. No szóval. Csak így beszélgetnék róla, hogy használja ezt valaki. Hát most lehet, hogy a videó hatására elkezdik használni. Egyébként én azt javaslom, hogy ne használjátok. Nem azért, mert nem működik, de teljesen működik.
inkább azért, mert szerintem ez nem annyira követi a Unix filozófiát, tehát hogy inkább a könyvtárakba szervezzétek, vagy a fájl mellé pakoljatok dolgokat, és azt vele együtt mozgassátok, stb. Én ezt így szeretem megoldani, de ha van erre lehetőség, akkor gondoltam ezt kicsit így járjuk körbe, főleg, hogy erről én se tudtam mondani, csak utána néztem, és akkor jé, van ilyen. Talán jó erről tudni. Oké, akkor kicsit menjünk inkább abba a irányba, hogy mutassuk meg ezt az én gépemen. Itt ezt leklírelem. Csináljunk a tesztkönyvtárba helyet, illetve csináljunk egy tesztkönyvtárt, és hozzuk oda magunkat. Nem ide, hanem ide. És akkor azt mondjuk, bemegyünk ide a tesztkönyvtárba, csináljunk egy szöveg.txt fájlt, ebbe beírjuk azt, hogy tart. Tehát véletlenül sincsen semmi értelmes tartalma. Csináljunk egy könyvtárat, aztán azt mondjuk, hogy azon belül csináljunk egy file1.txt-t, abban az lesz, hogy YouTube, csak hogy lássátok, érdekes majd, miért? A file2.txt-be abban az legyen, hogy kis állatka, mit tudom én, a file3.txt-be abban pedig, de ne csak txt-k legyenek, ne csak txt-k legyenek, tudom mi lesz. Most hogy néz ki, ezt tívben nem mentettem el, hogy nincs ott a file 3. Rangerrel másoljunk ide valamit, mondjuk a munkából, a YouTube. Itt van az a Linux comment line tag. Ide tegyünk egy ilyet, és ez a kép.png. Ez majd a livestream elé beteszem, tudjátok, ilyen váró képernyőnek. Akkor még azt hittem, hogy itt is meg tudom ezt mutatni, hát csalódnom kellett, ha ez van. Jó van. Tehát egy PNG kép is van, csak hogy lássátok, ez nem csak ilyen szöveges fájlokhoz működik, hanem bármilyen fájl, PDF, Word, DocX, XLSX, vagy mit tudom én, azoknak a librés megfelelői, ezek az ODFS formátumok, bármi. Ugye bármi futtatható állomány, egy játék, szóval bármihez lehet ilyen tegeket meg kommenteket rendelni. És akkor látjátok, milyen ezt a Ranger-t használom egyébként. Csak akarom mutatni, hogy ez azért egy elég jó cucc. Most én nem annyira szeretem ezeket a grafikus dolgokat, mert ugye lassít, nem hatékony. De van, aki ezt szereti, mondom, ennek is van helye, tehát ez egy kényelmi ergonómia, én pedig a hatékonysági ergonómiát szeretem, tehát én gyorsan szeretek dolgozni, hatékonyan, stb. Úgyhogy akit az érdekel, ezt a Ranger-t ajánlom. Viszont, most mutatok egy példát, Crusader-be, ami a Crusader az... Jó helyen vagyok? Teszt, igen. Tehát ez a Crusader, ez ilyen Total Commander-szerű dolog. Én a Double Commander-t ajánlom egyébként, de most ezt földraktam azért, mert tudom, hogy ez kezeli ezeket a megjegyzéseket. És azt mondjuk, hogy itt az a szöveg, megnyomod, hogy tulajdonságok, és itt a részletek fülön látjátok, itt lehet címkéket hozzáadni. És akkor azt mondjuk, hogy a címkéknél hozzáadjuk azt, hogy YouTube. Aztán a megjegyzésnél hozzáadjuk azt, hogy mit tudom én. Jó. Tehát hozzáadtuk szépen ez a fájlhoz a megjegyzéseket, és akkor továbbra is itt látszanak. A könyvtárban pedig azt mondjuk, hogy a fájl 1-ből a belsejébe írtuk azt, hogy YouTube, ahhoz nem adunk semmit. A ketteshez azt mondjuk, hogy a címkének állítjuk be azt, hogy teszt, mondjuk. A megjegyzésnek meg azt nagy Y-nal, hogy YouTube-ra csinálok streamet ezzel, és mit tudom én. És akkor látjátok, ez így hozzáírodott, és a képhez is teszünk egy olyat, hogy a YouTube-ot azt ide hozzávesszük. Oké, tehát a YouTube-ot is így hozzávettük címkének. Jó, tehát a képnek is van címkéje, a file2-nek nincsen címkéje, csak egy teszt címkéje. Bocsánat, tehát nem, nincs egy YouTube-os címkéje, csak egy teszt címkéje. Ebben pedig az tartalmilag van beleírva az, hogy YouTube, tehát a szöveg fájában. És itt írjuk be azt is, hogy teszt, jó? Tehát ne csak YouTube legyen, hanem itt legyen ennek egy teszt. És akkor, ha minden igaz, akkor ennek ugye csak címkéje van, a YouTube,
Fáj2-nek meg az van benne, hogy teszt. Jó. Okés, de az megjegyzésben pedig az, hogy mi van? Igen, YouTube-ra csinálok streamet ezzel. Jó. Tehát a YouTube szöveg mindegyik fájban benne van, de megjegyzésekben csak itt a kettes, meg a, csak a kettesben, itt egy tagként, itt szintén tagként, megjegyzésben meg nincsen benne, és itt a fájl egyben meg a fájl tartalmában van benne. Jó. Most szeretném megmutatni, hogy ez hogyan reprezentálódik Linuxba. Linuxba vannak ezek a extended file attribútumok, amit ezzel a getFAT-ről tudtok kiolvasni, ha a terminálból akarjátok kiolvasni, tehát most kicsit így elmenjünk az Linuxos irányba, és azt mondjuk, hogy látjátok, mindenféle paraméterek vannak, mondjuk van ez a -d, az kiírja az összes extended, tehát ilyen kiteresztett file attribútumot, és akkor azt jelenti, hogy mondjuk azt mondja, hogy getFAT szöveg.txt, és akkor látjátok, hogy ezek a attribútumok vannak benne, a -d-vel pedig ki tudjuk írni, hogy mik vannak benne. Na most azért, mert már megnyitottam, azért a kommentbe bekerült egy ilyen üres, semmit reprezentáló dolog, a tegek pedig beállítottak erre. Tehát ez érdekes, hogy a Crusader az beleírt valamit a kommentbe, de az nem maga a komment volt, hanem egy ilyen üresség. Csak azért, mert hozzáfért, azért valami beleíródott. De látjátok, hogy igazából a lényeg az az, hogyha ilyen string van itt, ilyen idézőjelek között, és a tegeket látjátok, ezt ilyen veszőkkel elválasztotta. Most nézzük egy olyat, ahol komment is van, az például a könyvtár alatt a file. Most látjátok, hogy ahol a file 1-nél ott nincsen semmi, ugye ahhoz nem nyújtunk hozzá. A file 2-nél, látjátok, így belekerült ez a YouTube-ra, csinálok streamet ezzel, és ez a XDG taxis a tesztel. Aztán a file 3-ba, nincsen file 3, hanem mi van még, valami PNG. Abban benne van ez, hogy a kép.png, most ezt is ugye kiírja a fáj, ebben csak tegek vannak, és a komment az nem történt meg. Azért, mert nem is kattintottam rá, jó? Oké? Tehát így éritek ezt el terminálból. Nagyon fontos, hogy ezt el tudjátok érni terminálból is, mert ugye akkor mindenféle túlokat tudtok magatoknak írni, keresni ezeket a fájlokat, mit tűnye a bizonyos taggal rendelkezőket. Ilyet lehet, hogy majd csinálunk a végén egyet, csak úgy példának. Hogy az egész fájlrendszert, vagy a mit tűnye a könyvtárba, amiben álltok, az alatti összes könyvtárral megnézve, mondjuk az összes valamilyen teget, mondjuk a YouTube-os tegeket írja ki. Jó? Tehát például csinálunk majd, szerintem csinálunk egy ilyen példát, csak azért, hogy lássatok, hogy ez mennyire tud úgy működni. De hogyan lehet ezeket mondjuk beállítani? Illetve még egy dolog, hogy itt az a getFAT-ről, hogyha ezt megnézzük még egyszer, ezt a getFAT-ről, ennek a dolgát, akkor itt láttok egy olyat, hogy name, minusz n. És akkor azt mondja, hogy dumpolt ki az értékét csak annak a extended attribútumnak, amit megadunk. Azt úgy kell akkor csinálni, hogy nem fatrő. A file 2-es az jó példa, mert abban két dolog is van. És akkor nem minusz d-t adunk, hanem minusz n-et. És azt mondjuk, hogy csak a kommentet akarjuk látni. És akkor látjátok, ezt így ilyet kapunk. Na most még egy dolgot lehet csinálni, ezt most közben kicsit átmozgatom magamat, hogy azt mondjuk, hogy minusz minusz only values. Rossz helyre írtuk. És akkor látjátok, még a soremelés se tette hozzá, hanem csak így kiszedte azt a dolgot. Ez megint csak arra jó, hogyha valami scriptet vagy programot akartok írni, jó? Tehát, hogy ez egy ilyen kis cucc, amit így tudtok elérni. És hogyan lehet akkor beleírni, tehát azt mondjuk a setFAT-ről, ezt lehet ilyenről is kérünk egy mant. Látjátok, ezzel lehet set
attribútumot csinálni, és akkor azt mondja, a minusz n az a név, minusz v az meg a value. Tehát így... ez... elég egyszerű. És akkor azt mondjuk, hogy igazából ezt setFuturerre kicseréljük, ezt a onlyValues-t, ezt nem. Ugyanezt a kommentet, ahol ez volt, hogy YouTube-ra csinálok streamet, azt mondja, hogy minusz v-vel átírjuk arra, hogy 2. És akkor most a getFutter, az látjátok, ide beleírta azt a 2-t, meg hogyha azt mondjuk, hogy Crusader, akkor a könyvtárban a fáj 2 tulajdonságoknál ide betette azt a 2-t a végére. Tehát ez semmi mágia nincsen. Ez a grafikus felületen is látszik, ha valaki ilyen kattingatósan szereti a dolgokat, meg egyébként itt terminálból is. Na szóval, egyébként a... mi volt ez a program? A Dolphin. A Dolphin, látjátok, ugyanett a tesztkönyvtárba elindult most. Itt a Dolphinnél, egyébként a menünél, itt, amit mondtam, most látjátok, nekem sokkal csúnyában néz ki a Dolphin, mert nincsen fönn a KDE, most mondom, miattatok nem teszem föl. Funkcionálisan meg tudom mutatni, hogy itt egyéb jellemzőknél láthatjuk a címkéket, és itt van a teszt, meg a YouTube, meg ide bemegyünk a könyvtárba, látszik, hogy a másiknak egy teszt, meg YouTube, meg hogy vannak beállítva. És szintén be lehet állítani ezt a megjegyzést is. Csak hogy tényleg lássátok, hogy ez... és akkor ugye lehet azt szerint rendezni. Most sajnos nincs itt többféle tag, de... ja, itt meg tudom mutatni. Tehát látjátok, és akkor nyilván az összes olyan típusú címkés, azok egy helyen lesznek, tehát hogy így viszonylag hamar még keresés nélkül is működik, és látjátok a keresésben is tudjátok ezeket variálni. Jó, nem a Dolphint fogom mutogatni, én nem annyira szeretem ezt a Dolphint, meg látjátok, nekem nincs is igazából föltéve, le is fogom szedni, miután a videó kész lesz. Jó. Csak akartam mutatni, hogy tényleg ezek kiolvashatók grafikus felületről, terminálval is. Oké. Aztán gondolkozok, hogy akarunk-e... ja, mutatok még egy példát, ami szerintem nagyon fontos. Az, hogy a szöveget azt átmásoljuk valahova, mondjuk ide a könyvtárba, és akkor a Dolphint újraindítsuk el, csak azért, hogy miért ne. És látjátok, a könyvtárban vagyunk, a szöveg az ide bekerült, de az rajta maradtak ezek a címkék, jó? Tehát, hogy ez utazik a fájllal ezek a dolgok. Ha másoljátok a fájlt, akkor lehet, hogy a CP-nek kellene ilyen kapcsolókat írni, hogy ezeket megcsinálja. Aha. Látjátok, itt van ez a extended attribute, all, és akkor ezeket be kell állítani esetleg. Tehát érdemes, ha a terminálból másolgatjátok a fájlokat, és nem valami grafikus cuccon keresztül, akkor beállítani mitén aliasba, hogy ezeket másolja, hogy ha a másolatba azt akarjátok, ez rét legyen. De nem biztos, hogy akarjátok, mert hát ugye annak is... ez egyáltalán nem olyan egyszerű, hogy most ez az a jó alapbeállítás, hogyha ezek is másolódnak a fájlal, vagy ha a másolatnak nem lesznek rajta ezek a címkék. Ugye mind a kettő attól függ, hogy szereted használni a gépet, úgy érdemes használni. Tehát, hogyha terminálban használjátok, akkor egyébként ezt érdemes beállítani. Jó. Erről megint csak ennyit. És szerintem igazából nem akarnám ezt nagyon hosszúra elhúzni, mert látjátok, működnek ezek a dolgok, hozzá tudtok megjegyzéseket fűzni, meg mindenféle dolgot. Most múvoljuk vissza ezt a könyvtárból, mert most látjátok a trivel, hogy most így minden a könyvtár alatt van, de ezt múvoljuk ki mondjuk ezt a könyvtárból, ezt a szöveget ide. Tehát ugye látjátok, hogy most így néz ki, hogy van egy könyvtár, meg van a szöveg, és a könyvtár alatt csak három dolog van. És kicsit tényleg akkor bemutatom azt, hogy hogyan lehet ezt például így terminálból így keresésre használni. Láttátok egyébként a Dolphinba, meg egyébként a GUI-s cuccokba is lehet használni a keresést, most azokhoz mondom, én nem annyira használom őket,
keresgéssétek meg azoknak a help fájait, meg a manpage-ait, meg a leírásait, és akkor abban megtaláljátok, hogy hogy kell ezt használni. Meg mondom, vannak ilyen YouTube videók, majd azt a másikat is beteszem a leírásba szerintem. Ha nem, akkor majd sipákoljatok. És a, de rá tudtok googlizni, tehát igazából be se kell tennem a leírásba. A lényeg, hogy ezt kicsit több ember fog tudni talán, hogyha erről egy magyar videó is van. Viszont a termináros használata szerintem úgy talán egy pár tippet ad az embereknek. Ha azt mondjuk, hogy mondjuk csinálunk egy find parancsot, ugye azt mindenki ismeri a find parancsot. És a find-nál ugye van ez a minusz name, és akkor azt mondjuk, hogy látjátok, és akkor a hogy file file csillag értitek, tehát ez ilyen rekurzív dolog. Most ez a minusz name, ez csak a file neve. De nem csak minusz name-mel lehet csinálni a find parancsot, és akkor egyébként ezt lehetne úgy, hogy most azt akarom megnézni, és akkor itt lehet, hogy a csinálni minusz exec cut sh c, és akkor azt mondja, hogy cut dollár egy mindegy, nem ezt akarom már egyszer megmutatni. De a lényeg, hogy egyébként erre végig lehet hajtani utasításokat is. De ez a find egyébként csomó mindent tud, a name helyett is lehet exec-et írni. Igazából ez az, amit inkább tudnak, mert az, hogy a keresett fájlokon végrehajtunk valamit, azt általában 1000 millió leírás van róla. De az, hogy mik a keresett fájlok, azt is lehet ilyen exec-el kihozni. És azt szerintem az hasznosabb. Az itt van a Unix Power Tools-os csodakönyvbe, amit így online elérhettek. Abban benne van az, hogy ha egy olyat akartok, ami egy beautiful fájlokat ad vissza, akkor azt mondja, hogy find point, tehát hogy ugyanúgy így kerestek a find-dal, és akkor azt mondjátok, hogy exec, beauty, itt ezek a csoda jelek, és akkor utána a print parancsot adjátok a find-nak, hogy csak írja ki a find nevét azoknak. Szóval, és a beauty az itt azt mondták, hogy az valami C program, vagy a shell script, vagy a perf script, vagy bármi lehet, és nullát ad vissza, hogyha ha oké, okay, minden mást, akkor azt jelenti, hogy az ne legyen benne a kimenetben. Na már most viszont nem kell ezt scriptet írni egyébként, tehát mint amit ott mutatott, hanem képzeljétek el, hogy ezt ide be lehet írni, most remélem nem fogom elrontani, tehát a shell execute-ot, és akkor ugye ide a get fatrőt azt hozzuk, a minusz d az ugye a dumpolás, és akkor annak a, bocsánat, kell a dollár egyben, hogy mi az, amit kigreppeltünk, és akkor ez, vagy mi az a file név, amit a file talált, ugye ez végig megy rekurzívon, és akkor a grep az azt mondja, hogy ebbe keressünk arra, hogy mondjuk ignoroljuk whitespace-eket, meg mit tudom én, jó igen, ne legyenek hibajelzések, quiet ugye az a Q, és mondjuk akkor az legyen, hogy YouTube. Tehát az összes YouTube-ban összefüggő dolgot, és szerintem ez azért, hát jó, általában így egy idézőjét szerettek írni, mert hát ez lehet a regex ugyebár, de most ez felesleges is. Azért kiírom, mert nektek a példáitokban inkább ez úgy lesz jó. És azt mondja, hogy YouTube, és akkor azt mondja, hogy erre itt a shell nek a vége, és akkor erre csináljuk azt, hogy minus print. Ugye ez a dolog, ez amit itt láttok, ez már ugyanaz, amit itt a oldalon láttok. És ez összeszedte nektek azokat a fájlokat, amikben bárhogyan is szerepelt az, hogy YouTube, a minus D jellegűben, ugye az azt jelenti, hogy az akár komment is lehet, vagy akár a tegek között is lehet. És ugye most, hogyha itt azt mondjuk, hogy get fatrö, és
láthatjátok, hogy a minusz D az ezt adja ki. Itt is ezt adja ki, és a másik nem meg az, hogy fáj kettő. Ott meg ezt adja ki. És azért, mert ignoráltuk a white space-t, azért volt igaz ez a nagy Y. Itt a tegek között volt benn, itt meg a tegek között szintén volt benn. És a lényeg az, hogy az viszont nem adta ki a file egyet, amiben a file tartalmilag volt benne a YouTube kifejezés. A szinten úgyis meg lehetne grappelni egyébként egy recursive grappel, hogy azt is kiadja mondjuk ezek mellé. A lényeg az az, hogy ezzel így ki tudjátok szűrni azokat a fájlokat, amiket akartok. Viszont nem csak így lehet, mert azt is mondhatjátok, hogy legyen ez a minusz N. És akkor ugye beírjátok ide ezt a user.xtg. Miért veszélyt írtam ide? Még csak text. És ugye akkor ott valamikre panaszkodik, hogy no such attribute. Most ezt nyilván azt mondjuk, hogy a hiba üzeneteket nem mutatjuk. És akkor látjátok, igazából csak azt, amiben a tegek vannak, azokra szűrtünk. Tehát itt tudunk tegekre szűrni, és látjátok, ez rekurzívan alkövtárokban is keres. Tehát ezzel nagyon jól tudjátok kikeresni a file rendszeretekbe egyébként, hogyha ilyen tegelések, meg ilyen kommentelések vannak. Jó? Úgyhogy azért gondoltam, ezt megmutatom, meg a file-nak eleve ezt a használati esetét, mert ez a dolog mind ez a fajta használati eset, hogy itt egy shell-et futtattok, és akkor az alapján itt a grep tér vissza igennel vagy nemmel. Nyilván a nulla jelenti a shell-nél az, hogy ide van írva. Zero azt jelenti, hogy beautiful, tehát azt jelenti, hogy legyen benne a kimenetbe, non-zero azt jelenti, hogy ne legyen benne. Tehát kicsit pont fordítva, mint általában így a programnyelveknél szokás, hogy a nulla az a false, és a minden más a true, itt pont fordítva, ugye ezt mindenki ismeri a shell scripteknél, hát sajnos ez így alakult, de ez már ilyen ismert dolog, ezért van például a programok végén a return nulla, ugye, a C programok végén is, mert a nulla azt jelenti, hogy nincsen baj, oké? Tehát arra válaszolunk ilyenkor, hogy nincsen baj, és ha minden más az azt, hogy milyen baj van. Úgyhogy nyilván az, amit ide írtok, az a visszatérési értékétől függ, hogy mit csinál. És mondom, itt elfuttathatok C programot is, de akkor nem kell ezt a sh-c-t írni, csak simán azt mondjátok, hogy exec, és a C program binárisának a nevét, jó? Úgyhogy ezt a dolgot is érdemes megtanulni, a find parancsol is. Mondom, utána még azt is lehet, hogy erre még dolgokat csináljon, úgy a execute-ot, azt most jelcsesztem a paraméterezést, nem akarom kiguglizni nektek, de látjátok, hogy működik a tegelés, grafikus felületen is működik a tegelés, és azt is látjátok, hogy nekem nincsen föltéve a KDE, és ilyenkor, hogyha nincsen föltéve, akkor bocsmányabban néz ki a Dolphin, de ez nem a Dolphinnak a hibája, egyszerűen csak nem akarom föltenni. Sziasztok, én csak ennyit akartam, most egy ilyen rövidebb videó lett, és továbbra is vágatlan, néha lesznek még mindig Linuxos videók bőven, meg ugyanúgy jönnek majd az algos videók is, de most egy Linuxos téma volt. Sziasztok!